A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép napot kívánok, 1996-ban járunk. Ebben az évben egy kiló görögdínje 27 forint 50 fillérbe került. De páran sajnos nem értek oda a zöldségeshez. Az autójuk lerobbant a pancsolt üzemanyag miatt. Az idén már 6. alkalommal augusztus közepén ellenőrizte az üzemanyagtöltő állomásokat a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség. Ezúttal a Fejér megyei benzinkutak is sorra kerültek. Az engedélyekkel és a működéshez szükséges papírokkal nem volt gond, de az üzemanyag minőségét illetően már találtak kifogásolni valót az ellenőrök. Az egyik kápolnásnyéki kútnál több mint 17 000 liter gázolaj minősége volt rossz a magasabb kéntartalom és az alacsonyabb lobbanáspont miatt. A vizsgálatokat a felügyelőség nem tudja elvégezni, ehhez általában egy külső vizsgáló céghez fordulnak. Ez sok időt vesz igénybe, addig pedig azok a szálak, amelyeken el lehetne indulni, hogy a manipulált gázolaj származási helyét megtalálják, legtöbbször eltűnnek. Egy vizsgálatnak a költsége, ilyen egy liter olajnak vagy benzinnek a vizsgálati költsége 25 ezer forint. Tehát ez önmagában igen jelentős, és ezt a költséget annak kell állni, aki a vizsgálatot kéri. A legtöbb panasz a gázolajra van. Országosan a vizsgált anyagok 20%-a volt hibás. Ez volt már az 1 perc retro. Nem sokára ismét találkozunk valahol a múltban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.